Megkatódottság és öröm kísérte az első alkalommal adományozott Promózeó díjak átadását a Józsa András Múzeumban. Az elismerést azért alapították, hogy egyrészt megbecsüljék a szakmailag elkötelezett kollégákat, másrészt díjazzák azokat a felajánlókat, akik felbecsülhetetlen értékű tárgyi adományt ajánlottak fel a múzeumnak. Rémiás Tibor igazgató rendkívül fontosnak tartja, hogy jutalmazzák a kiemelkedő hozzáállást. Nálunk ez egy kezdeményezés volt, én vetettem fel, én 5 éve dolgozom már itt a múzeumban, és szerettem volna olyan elismerést, olyan maradandó díjat alapítani, ami úgy a belső, mint a külső adományozók számára valójában maradandót jelenthet. A külsősök szempontjából mindig azokat fogjuk számon tartani, akik a nagyon sok műtárgyal támogatják a múzeumot. Belsősök számára pedig ez teljesen demokratikus szavazat alapján történik, tehát itt szavaztak a munkatársak, akik ebben az évben a legtöbbet tették. És több szavazat is, meg számtalan ember került előtérbe, tehát a díjazott kapta a legtöbb szavazatot, és maximálisan meg kell hajolnunk ezelőtt, de mi is egyetértünk azzal, hogy éppen ez a múzeumpedagógus hölgy, Ági kapta, akit mindenki szeret itt a múzeumban. A plakettet Balogh Géza szobrászművész készítette, melyen megjelenik az Anarchi életfa, valamint a díjazott neve is. A Promúzeó belső díját Román Zoltánné kapta, aki a járvány alatt bevezetett online időszakban együttműködött a Kokárdás úti passzus összefoglaló elkészítésében, amely európai szintű elismerést jelentett a múzeumnak. Szakmai elhivatottsága és precíz munkája miatt a saját kollégái döntöttek úgy, hogy elsőként ő kapja meg a díjat. Nagyon dobog a szívem, és én azt gondolom, hogy mindig igyekeztem Józsa András örökét követni, hogy mécses gyújtani, lámpást gyújtani azoknak az embereknek a szívébe, lelkébe, akiknek mi a múzeumpedagógiát átadtuk, vagy akár a múzeumandragógiát, a foglalkozásokat tartottuk. És... hát nagyon nehéz valóban most szavakba önteni. Nagy köszönet a kollégáknak, hiszen amit igazgató úr mutatott, az a 3 részes füzet, az abban nagyon-nagyon sok kollégám is részt vett. Tehát az egy nagy közös munka volt, amit innen is nagyon köszönök nekik. A Promúzeó külsős díját ebben az évben dr. Bakai Mária kapta, aki nagyapja Bakai Szilárd világháborús kitüntetéseit, emlékplakettjeit és katonai egyenruháját is a múzeumnak adományozta. Bakai Mária számára az öröm mellett elégtétel is a díj, hiszen háborús hős nagyapját nem ismerhette, akit méltatlan módon családjától elszakítva titokban végeztek ki 1947-ben. Szerettem volna magamhoz hasonlóan, hogy tanulják meg sokan újraértelmezni a történelmet. Sok apróbb dolgot, amik úgy elsikkadtak az iskolákban, meg mások véleménye szerint. Mi ezeket a katonai dolgokat nem tartottuk fiókba, hanem a fiammal együtt növekedtünk vele. A saját lakásunkba minden nap találkoztunk ezekkel az anyagokkal, és ezért nagyon, nagyon mélyen velünk él, és itt él tovább abban a Józsa András Múzeumban, ami nekem a családomat jelenti. A Nyíregyházi Józsa András Múzeum 1868. december 1-jei alapítását nem csak a Promúzeó díjak átadásával tették ünnepélyessé. Az emléknapon koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak az északi temetőben, ahol a múzeum névadójára, megalapítójára, Józsa Andrásra emlékeztek.